lehetőség van a atom, illetve a fórumhoz való csatlakozásra, ha új beszállító jelentkezne, milyen minősítésen kellene neki átmenni? Ez két dolog. Az Atomforum Egyesülethez gyakorlatilag mindenki csatlakozhat, minden olyan cég magánszemélynek, minden olyan cég, amelyik magáévá teszi azt, hogy a nukleáris technológiáért képes dolgozni, tájékoztatni, ha kell, akkor bizonyos oktatásokat tenni, oktatásokat végrehajtani, előadásokat tartani, úgyhogy az előbbi kérdésekre, amit a kollégáknak föltettél, azzal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ha az Atomforum Egyesületet meghívják bárhová, bármelyik iskolába, alapítványhoz, egyéb helyekre, akkor készen állunk arra, hogy a nukleáris technológiát népszerűsítő tájékoztató előadásokat tartsunk, annál is inkább, mert az Atomforum Egyesület tagjai között, hogy ott van a Paks 2. Tehát az elnökségben is ott van a Paks 2 képviselője, ott van az MVM képviselő, a Paksi Atomerőmű képviselő, és így tovább. Tehát elég széles kör van, akiknek a segítségével ezeket az előadásokat meg tudjuk tartani, úgyhogy arra buzdítok mindenkit, hogy tegye meg ezt a lépést, hogyha úgy gondolja, hogy szükség van rá. Ez az egyik része a dolognak, de a minősítés, amit kérdeztél azzal kapcsolatosan, az egy másik ügy. A Atomforum Egyesületben nem kell minősítés a belépéshez, hanem az kell, hogy az alapszabályt elfogadja az adott cég vagy sem. A későbbi munka, az a 40%-os beszállítói csapatba való bekerüléshez fog kelleni minősítés, arra vannak magyar minősítések, erre megvan az elvének a saját minősítési, tehát a meglevő elvének a saját minősítési rendszere, de az oroszoknak is megvan egy minősítési rendszerük, és én úgy látom, hogy a kettő valamiféle kombinációjából fog kialakulni, hogy kik azok a cégek, akikkel a fővállalkozó orosz Rosatom szerződni fog, tehát magyar és orosz minősítési procedúrának fogják majd alávetni ezeket a cégeket. Hát a biztonság, a lakosság része a biztonságos működtetés, ami kérdőjeleket tesz föl, nemzetközi tapasztalatcseréken hova lehet elhelyezni, milyen szinten van nemzetközi viszonylatban a paksi erőműnek a biztonsági, biztonságos működtetése? Nem esett még szó mondjuk a hulladék tárolásra? Hát a hulladék tárolás az egy kis közepes aktivitású. Megoldott a nagy aktivitású, a üzemanyag átmenti tárolója folyamatosan bővítve a megoldott, majd a hosszú távú elhelyezésnek még a kérdés, hogy ezt beszéltünk, vagy mindenki tudja, hogy Bodán zajlanak azok a kutatások, ahol esetleg elhelyezésre kerülnek a véglegesen nagy aktivitású hulladékok, és az üzemanyag az valószínű, hogy nem kerül oda, hisz az még értékes továbbfeldolgozás alkalmas, majd maximum annak a fejláb része, amit az oroszok később, ha az egyezmények ugye úgy szavatolják, hogy mindenkinek a saját hulladékát magának kell elhelyezni, akkor azt egy feldolgozás után, ha az üzemanyag föl van dolgozva, akkor kerülhetnek vissza olyan elemek belőle Magyarországra, de azt gondolom, hogy az üzemanyagot önmagába azt nem fogjuk sehova eltemetni, hanem akkora már olyan technológiai szinten, meg olyan igény lesz az üzemanyag feldolgozásra, hogy akkor mind visszakerül majd Oroszországba, vagy akár piac alapban. Máshol a franciák is tudnak ilyet csinálni, feldolgozni üzemanyagot, vagy egyéb. A biztonságára az erőműnek, én mondtam, ugye a 30 éves üzemelés, 32 év, vagy még blokk vonatkozásában több mint 100 év, 120 év az alapján, ugye tudunk, egy olyan üzemzavarunk volt, ami nem a blokkot érintette, de blokkon sérült üzemanyag, ami nagyobb, annak is semmilyen kimutatható hatása nem volt, és akkor intézkedések, meg a mai intézkedések, és ugye a termelés magas színvonala mellett is ugye egyértelműen folyamatosan javulok a atomerőmű, minden évben sajtótájékoztató beszámoló van, minden évben megjelenik egy külön füzet,
ennek a mutatóknak a rendszeréről. Rendszeresen vannak nemzetközi vizsgálatok az erőműben. Most zajlódott le megint egy vanó vizsgálat, úgy tudom, aminek keretében 3 hétig kifejezetten a biztonság iránti műszaki állapotot, elkötelezettséget, tehát személyzet hozzáállását, tehát összetett mutatók alapján van ez kimutatva, és az is egyértelmű, hogy ott lehet, tehát jól termelni, ahol magas fokú a biztonság, tehát mert az egy jó műszaki állapotot is, és biztonsági állapotot is tükröz, mert régen ezt majdnem ellenmondó feltételnek tekintették, hogy a magas színvonalú termelés volt, akkor az nem is biztos, hogy biztos, mert meg azt képviseltük végig, hogy ez a kettő elválaszthatatlan. Tehát ha nagyon jók a biztonsági mutatók, akkor jók lesznek az üzemi mutatók is, és a blokkok kihasználtsága is ezt mutatja, még közel 90%-os kihasználtsággal működnek a paksi atomerőből lévő blokkok. Tehát itt a lakosságot a 41 településen zajló tájékoztatón se kellett az erőmű biztonságáról nagyon győzködni. Alapvetően a kérdések a jövőre vonatkozva a foglalkoztatás, támogatás és a kérdésekre irányultak, és inkább ilyen érdekesebb műszaki kérdéseket, akár a terrorveszélyeztetéstől rakéta támadásig inkább, tehát a belső hatásokkal nem is foglalkoztak az emberek, és ez a tudások meg volt a környékbeli településeknek, hogy nem kell, inkább itt a külső veszélyeztetések irányába tettek föl kérdéseket az új blokk vonatkozásába, de egyértelműen mindenki, minden település támogatta a új blokkok építését is, és a meglévőket azt ugye pedig soha nem került vita tárgyára eddig. Végezetül szükséges, elegendő az a kommunikáció, ami eddig van, mert nem csupán a szűkebb társadalomról van szó, hanem országos kitekintésben. Nyíregyházától Barcsig. Van olyan jellegű fölmérés, hogy menet közben, amíg beérünk Paksra, hogy akkor hogy szoródnak a vélemények? Kell ezt másként kommunikálni, mint ami eddig volt? A teljes esetében ugye a szükséges-e, úgy gondolom minden évben valami mást, valami nem újat, hanem minden évnek a saját maga hozadékát kell hozzátenni a kommunikációhoz, soha nem lehet hátradőlni, ugye itt van egy állandó kontroll, amit nekünk független mérésekkel, állandó belépési engedéllyel, amikor a független ellenőrző bizottság bármikor be lehet egyeztetés alapján az atomerőmű bármelyik területére időzőjelben, és olyan információkat kaphatnak, ami a lakosság tájékoztatása szempontjából nélkülözhetetlen. Ez akkor jelenik meg igazán, amikor, és ne legyen ilyen, amikor valami baj van, amikor valami üzemzavar van, nem csak itt, a világon bárhol. Egy pillanatra vissza az előző kérdéshez, hiszen nem tudom ezt elvonatkoztatni attól, hogy a TEIT tagja egy nemzetközi szervezetnek, ami az atomerőmek környékén élő civil szervezet lakosságnak a szövetsége, és hogy mennyire együttműködik, hogy mennyire, hol helyezkedik el a magyarországi nukleáris létesítmény. Nagyon érdekes, mert mintaként szolgál. A nyitott kommunikáció egyértelmű a Paks egy vezetésének a lakosság szempontjából, a TEIT szempontjából pedig az pedig úgy gondoljuk, azokat a tudást, azokat a tapasztalatokat, amit mi elmondunk és amit mi benyújtunk külföldön, a felső kategóriához sorolnám magának a kommunikációnak és magának a társulásnak a működését. Visszatérve a mostani kérdéshez, a kommunikációt muszáj egy bizonyos szinten tartani, ez nagyon magas szint, hiszen speciális a terület, és olyan szinten kell kommunikálni, amit a nagyon egyszerű, hétköznapi ember is megért, és azt érti rajta, amit szeretnénk, és nem hozzátesz, nem elvesz belőle, nem kialakít saját véleményt, hanem korrekt, kiszámítható,
a tudáson és a biztonságon alapuló véleményt és információt kell közvetíteni. Ez nagyon sokszor nagyon nehéz, nem egyszerű feladat, meggyőződésünk ezelőtt is, és nem csak most ebben az időszakban, amikor ugye felértékelődnek ezek a kommunikációs feladatok, hogy ezt központilag megvalósítani nem lehet. Ezt vagy helyi szinten a társulások végzik, nem csak a Paksi Atomerőménynél, Bátapárt is szóba került, és a másik két társulás is, Püspök Szilágyi is, ugye Boda környékén is beszélhetünk a négy társulásról, hogy Magyarországon hasonló feladat lát el. Ez csak társulási szinten lehet ilyen magas szinten, magas százalékon tartani a kommunikációt. Nem azért, mert központilag ezt nem lehet elvégezni, hanem azért, mert a helyi emberek, akik ott laknak nap, mint nap, itt kelnek el, itt fekszenek le, itt nevelik a gyermekeiket, itt tartanak állatokat, stb. Sorolhatnám még a példákat, ők a szavahihető emberek, és ezt központilag átvenni ezt a kommunikációt nem célszerű, gondolom.